Volt régen egy sorozat, a Dallas. Ki emlékszik rá? A Dallas főgonosza, Jockey, mindig Mercivel járt. Az olajkutakból meg folyton ömlött az olaj. Ez meg itt a magyar Dallas. Egy Merci, amiből ömlik az olaj. Tök jó, hogy behoztam ide, végre nem a szabad ég alatt lehet szuperül szerelgetni. Most már jó ez a nyitó is, de nézd, mit vettem észre, amióta vízszintesen áll. Egy baromi nagy olajfolt van alatta. Azt mondják, nem is igazi 123-as dízel az, amiből nem folyik az olaj. Van ilyen vicces tervrajz arról, az autós ember milyen házat tervez magának. És ehhez a tervrajzhoz kapcsolódik, hogy milyen, akinek 123-as dízel mercie van. Először tervezzünk az autós embernek házat. Autós ember álomháza. Vannak ugye a falak, van mondjuk itt egy fürdő, egy hálószoba, egy nappali kanapé, tévével, picike WC, az összes többi pedig garázs. Na most hogy néz ki mindez, hogyha egy 123-as dízelnek a tulajdonosáé? Lényegében minden ugyanaz, a garázs sem kisebb, annyi, hogy 123-as áll benne, alatta pedig egy olajfolt. Amit a dízelmerc is múltamból eddig megtanultam, hogy ahol tuti folyni fog, az szelepfedél tömítés, de mivel ez baromi sok, szerintem ez nem onnan jön, ez valószínű, hogy karter tömítés lesz. Jöhet az olaj a vákumpumpa alól, ott is van egy tömítés. Az olajszűrőház, ami egy elég ismert pont, ott ugye az a gond, hogy az olajszűrőház alumíniumból van, és találkozik az öntött vas motorblokkal. Hát a két anyag nem ugyanúgy tágul hőre, és full kikeményedik a tömítés. Aztán lehet még az olajhűtőnek a csöve. Karterra kezdek, annak megvan a tömítése, aztán haladok szépen fölfelé. Azaz. Szerintem ez a leeresztő csavar, ez gyári. De hogy ez az a látét, hogy ez nem tömített semmit, ez furra el van hajóva, azt tuti. Ez az utolsó csavar. Hát srácok, nem fogom azt hazudni, hogy baromi könnyű volt, mert az egyiken nagyon megszívtam, csak itt most szépen összefoglaltam, hogy mi van, hogy van. De ha minden igaz, mozdul. Azaz. Megjött. Figyelj, nincsenek a karter aljában semmilyen fémdarabok, úgyhogy nagy baj már nem lehet. Hát őszintén, én azon csodálkoznék, ha ez a tömítés bármit tömített volna, mert ez full meg van keményedve, szinte el is tudom törni. Ez biztos, hogy 1000 éves. Na, akkor pucevállj. Pucerálj, pucerálj. De a puc, értem állj? Ja. Ő az az egy csavar, akivel meg kellett küzdeni. Nem tudom, mennyire látszik, kicsit sötét van. El van nyalva a feje, tehát állandóan kalapáccsal kell beleütni a bitfejet, hogy rendesen ki tudjam csavarozni. Ez az egy csavarral elment vagy 20 perc. A többi amúgy szinte meg se volt húzva. Na, két doboz féktisztító, 3 elhasznált régi melegítőnadrág, meg 40 deka izzadás után. Így néz ki a karter. És úgy nézem, hogy ez volt már hegesztve. Tehát ez valamikor Lukas volt, így én most ezt elviszem egy nálam sokkal okosabb emberhez megnézni, hogy biztos jó-e. Kicsit kikalapáltam óvatosan az alját, úgyhogy most nagyjából jó. Ami fontos, ha így leteszem, így nem billeg. Tehát nincs rés, nincs eldeformálódás, ahol találkozik a motorral, a tömítés, ahol felfekszik, ott nincsen semmi gáz, de ezt a régi hegesztésnyomot, ezt megnézetem. Egyébként egész jól néz ki innen alulról, nincs olajsár, viszonylag tisztának tűnik, és nézd, ezért mennek el ezek a motorok 1 millió kilométert, persze csak, hogyha rendesen szervizelik. Nem ám ilyen gagyi egysoros bicikli lánc, 2 soros lánccal van meghajtva az olajpumpa,
Hát nem is laza, úgyhogy egész jónak tűnik. Vannak olyan merénylők, akik a papír kartertömítés felhelyezése helyett ezt a részt itt kinyomják ilyen tömítő pasztával, és utána szétfeszítik a csavarokat. Ezt a 20 darab kartercsavart 8 Nm-re kell meghúznod. Tehát gyakorlatilag semmi erő nem kell hozzá. Mire egy elég vastag papírtömítés van itt, ő neki kell tömítenie. Nem annak, hogy széttéped a csavarokat, persze, hogy pasztával nem tudod rendesen összerakni. A gyári megoldás az a papírtömítés. Ne tessék ezeket pasztázni. Ajaj. Ez az olajpumpának, innen szívja fel az olajat, ez egy ilyen gumi, hát ilyen szűrő van ez alatt. Mindjárt már csak megpróbálom lefeszegetni. Ez nem mai darab, ahogy nézem. Aha. Itt van. Ó, hát ez kuka. Hát ebből kell egy új. Mert nem a szűrő, talán picit koszos, de nem veszélyes, de ez a gumi, ez nem akarom, hogy beleessen a karterba. Ha minden igaz, ez még rendelhető, hát akkor ma ez nem lesz összerakva. Ha már arra a cuccra várni kell, azért csináljunk valamit, ha már itt vagyok a kocsinál. Elkezdtem kicsit kikolapálgatni ezt a szart, mert ez itt elakadt valamikor. Itt a sárvédőnek az alja is be van horpadva, ezt majd belülről kell kiütögetnem. Ezt a középső lemezt, ezt F kuka, tehát ez így néz ki, ez megy a levesbe, természetesen kap helyette újat. Hát most figyelj, ha nem tudok olajazni, akkor kasznizuk. Német raktárban találtam talán 2 darabot ilyen 6000 forintért ebből a lemezből, és ez majdnem mindegyiken szar. Mondtam, hogy akkor szeretném elvinni mind a kettőt. Nyilván nem fog úgy passzolni, mint a gyári, mert hát utángyártott dolog. Na! Oda nézzél! Hova van eleje az autónak? 20 év múlva! El sem tudom mondani, mennyire vártam a mai napot, megérkezzen ez a drága jó alkatrész, úgyhogy végre jöhet a csere! Ilyen az új! A régi meg kinyílik, mint a kacsa szája. Mondom, mi az igazság. Kiszedtem belőlük ezt a szűrő részt, és ha egymás mellé teszem a kettőt, ez a gyári, ami benne volt, ez az utángyártott, ezt nem tudom benyomni. Ez? Így úgy döntöttem, nekem úgyis a gumi a fontos, hiszen nekem csak az volt tönkremenve, a gyári fémszűrő részt elmosom, és beleteszem az új utángyártott gumiba. Úgy lesz tökéletes a végeredmény. Figyelj, ebben én annyira nem bízom. Ugye? Mondd, hogy nem gondolkozom rosszul. Nézd, ki van fújva, tökéletesen tiszta szűrő, nem tészta szűrő. Itt az új gumi, a régi szűrő, a gyári, ezt már nyugodtan szerelem vissza. Na, rajta az új, nézd milyen szép. És ehhez adtak még egy ilyen fém biztosító gyűrűt, a régi ilyen nem is volt. Úgyhogy mindenképp jó ötlet volt ezt kicserélni. És ha már olajat engedünk le, meg tömítéseket cserélünk, természetesen az olajszűrőt is kipattintjuk a helyéről. Kicsit más, mint a szívó dízelnél, itt több a cucc. Ki volt ez az állat? De ez miért kell így megtépni? Na ennek pont nem kéne ennyire meghúzva lennie. Igen, lábos. Mert ti nem erre használjátok a lábosokat? És itt jön a szűrőcske. Bele szoktam ám nézni, hogy vannak-e benne ilyen fém darabok, vagy ilyesmi, de sose találok semmit. Van egy ilyen hülye szokásom, hogy ha már valamit kiszerelek, azt szeretem tisztán visszatenni, úgyhogy ez szépen most itt el lesz takarítva, a teteje is. Hoztam ilyen kis csiszoló akármit, és megpróbálom valahogy szépre kihozni. Ez a régi szűrő, régi tömítés. Itt az új jó gyűrű hozzá. Hát most már csak lesz valami. Ez már nem rossz, jöhet a külseje. Bang, bang,
Ezért sokkal jobb, mint volt. Semmi fancy cuccra nem kell ám gondolni. Lidlben kapható hideg zsíroldó. Ez egy ilyen Scotch Brite, olyan, mint a csiszoló, csak vannak ilyen szálai, tehát befér ide a betűk közé is. Aztán csak azon múlik, hogy mennyit vagy hajlandó vele dolgozni. Én jónak minősítem. Jöhet az új gumigyűrű. És azért nem kell lesz nagyon meghúzni, mert nem az tömít, hogy lehúzod a csavarokat bikamódra, hanem ez a gumigyűrű végzi a tömítést. Akkor mehettek vissza. Vákumvezetékekre, vízcsövekre vigyázunk. Mondom, vízcsövekre vigyázunk. Mondom, a rohadt bilincsre is vigyázunk. Ez az. Na, most a jó. Az az. Na, anyák rajta. És nem tépjük meg, éppen hogy megszorítjuk. Hiszen a gumi végzi a tömítést. Ennyi. Na, ezt tessék nézni, hogy mennyire érhetnek még meglepetések, ugyanis a Merci boltos barátaimnál polcon találtam gyári leeresztőcsavart. Tiszta újat. Nem mintha baja lenne, de hát az új még mindig jobb, mint a használt. Úgyhogy ez lesz, és ez a Carter csavar a hosszabbik fajta, aminek el volt nyalva a teteje. A sima csavarboltba tudtam venni gyönyörű szép újat, nyilván nem egyet, hanem mindjárt ötöt. Carter lepróbálva, nem folyott a hegesztésnél, úgyhogy tökéletes. Jöhet rá az új tömítés, végre rakhatom össze. Oda néz! Nagyon maestro lesz. Na, a hosszú csavarok megvannak. Oda kell figyelni, hogy ide, itt vannak ilyen pici távtartók, hogy a cső ne legyen olyan közel. Nem szorítom meg, de a kartert már fogják. Itt is egy új csavar van, ez is egy új. Így az olajteknő már le nem esik, ezek fogják, persze megszorítva nincsenek. Jöhet a tizen akárhány darab pici, azokból egyiknek se volt semmi baja, és kész is vagyok az aljával. Koszosan nem mennek vissza, itt látszik a nyoma, féktisztítóba szépen belettek áztatva, aztán drótkefézve, kicsit megtörölgetve. Nézzem már ki normálisan, ha visszateszem, hát újnak nem lett új, de legalább nem tiszta olajsár az összes. Jöhet az új olaj, és aztán a próbakör. Egyelőre egy ilyen 7 és felett beleöntöttem, elvileg szűrővel együtt 8 liter megy bele. Megoszlanak a vélemények, de legtöbben azt mondják, hogy 15-40-es, semmiképpen sem teljesen szintetikus, vagy félszintetikus, vagy inkább ásványi olaj kell beléjük. Én most 15-40-est öntöttem bele, egy félszintetikus, de igazából ez úgyis csak mosóolaj lesz, mert a végén fogok venni Shell Rotellát, az lesz a végleges olaj benne. Oda néz! Maximum! Tökéletes! Tesztelésből napok óta kint áll a szabadban. Az olajteknő porszáraz, egy csepp olaj sem látszik, ami még fontosabb, alatta a tér. Semmi, egy darab olajcsepp sincs. El lehet mondani, hogy a Mercedes nem olajkút többé. No, uram bátyáim, fekete kőolajban gazda, szép hétvégét kívánok! A marha teregetős viszontlátásra!